És most egy olyan versenyszám következik, kedves nézők, amiben igencsak van mit veszítenünk, hiszen a barcelonai olimpiai bajnok négyes, női négyes következik, tehát kajak négyes, női 500 méteres verseny döntője, az ausztrálok, akik Párizsban hetedikek, Barcelonában nyolcadikak voltak, az egyesen az orosz hajó kilencedik volt Barcelonában, a kettesen a mieink a hármason, Donusz Éva, Cigány Kinga, Mészáros Erika, Kőbán Rita sorrendben. A négyesen azok a svédek, akik bronzérmesek voltak Barcelonában, és ötösen a németek, akik Párizsban világbajnokok voltak, Barcelonában pedig a mieink mögött másodikak. A rózsaszín hajó a szokásnak megfelelően a német, a svédek itt egyel alattuk, és a mieink a svédektől mint egy 2 méterrel lemaradva. Ez csak 500 méteres verseny, tehát nincs mese, nagyon kell hajtani. Schmidtel a vezérhelyén a németek vezetnek, a svédek a második helyen, a magyarok egyelőre harmadikak, de a távolság elég jelentősen nőni látszik, bár nem tudni, hogy a kamera mennyire csalóka ebben. Halvány zöld a mieink hajója, és ott fönt nagyon jönnek a kanadaiak, és a lengyelek is. Biztosan vezet a német hajó, a német négyes, itt pedig a svédek. Andersson, Olsson is benne, akik már összegyűjtöttek egy ezüstérmet. És itt jobbra a magyar, zöld magyar hajó, bizony csak a mezőny közepe táján egyelőre. Nagyon nagy hajrá kell ahhoz, hogy ebből valami érem kisüljön. Ez a hajrá most beindult, harmadik helyen vannak, most kéne nagyon rátenni. Nagyon erős a másik kettő, német, svéd, magyar a sorrend egyelőre. A németek biztosan vezetnek, a magyarok megpróbálnak a svédek nyomába érni. Egyelőre nem nagyon sikerül, csak lefaragtak a hátrányba. Gyerünk lányok, a túlsó oldalon, a hatoson nagyon jók a kanadaiak is, de a harmadik helyre jó a miénk, de csak a harmadikra. Majdnem elkapták a németeket a svédek, harmadik Magyarország, és negyedik a kanadai hajó.